Régóta esedékes volt már, hogy az Egyesült Államok elismerje Jeruzsálemet Izrael fővárosaként. Ezt mondta Donald Trump elnök a Fehérházban, ahol bejelentette a történelmi lépést. Ideje hivatalosan elismerni Jeruzsálemet Izrael fővárosaként. A korábbi elnökök mindig ígéretet tettek erre a kampányukban, de nem tették meg. Én viszont ma megteszem, és úgy ítélem meg, hogy ez az Egyesült Államok érdekében áll, mondta az elnök, aki szerint Izraelnek, mint szuverén országnak joga van meghatározni, hol legyen a fővárosa. Trump kijelentette, ezzel a döntéssel csak a realitást ismerte el. Ez helyes lépés, ezért a Jeruzsálemi Nagykövetségről szóló törvénnyel összhangban utasítom a külügyminisztériumot, hogy kezdje meg az előkészületeket az amerikai nagykövetség átköltöztetésére Tel Avivból Jeruzsálembe, mondta Trump. Az elnök kijelentette, továbbra is elkötelezett az izraeli-palesztin béke iránt. A két állami megoldást Washington akkor támogatja, ha a két fél meg tud egyezni róla. Trump arra kért minden érintettet, hogy tartsa fenn a status quo-t a jeruzsálemi szent helyeken, köztük a Templomhegyen. Az arab, illetve iszlám világ, köztük a palesztinok az erőszak fellángolásával fenyegettek az elnök döntése miatt. A Hamas terrorszervezet amerikai érdekeltségek elleni támadásokra szólított fel. A palesztin elnök elítélte Trump döntését. Mahmoud Abbas szerint a lépéssel Washington lemondott közvetítői szerepéről az izraeliek és a palesztinok között. Izraelben viszont úgy tartják, hogy egy régi sérelmet orvosolt Trump. Történelmi nap ez. Jeruzsálem már 3000 éve a zsidó nép fővárosa, Izraeli pedig 70 éve. Itt uralkodtak királyaink, itt prédikáltak a profétáink, jelentette ki az izraeli kormányfő. Az amerikai kongresszus 1995-ben hozott törvényt arról, hogy a nagykövetséget át kell helyezni Tel Avivból Jeruzsálembe, de ennek megvalósítását eddig minden elnök elhalasztotta.